Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Nézzük a harmadik feladatot. Ebben 9 vendég rendel 3 sört, 4 vörösbort, illetve 2 fehérbort, amelyet a pincér véletlenszerűen osztja ki. Okay. Most alapvetően a pincér ugye a tárcán 9 objektumot fog kihozni, 9 különböző tárgyat. Hiába abból 3 az ugye sörös, vagy 4 boros, vörösboros, az attól még 9, ugye fizikailag 9 különböző objektum. Ez azt jelenti, hogy mi úgy kezeljük ugye ezeket a italokat, mint azok ténylegesen 9 különböző elem lenne. Na most, hogyha ő véletlenszerűen osztja ki, azaz tetszőleges sorrendben letelti, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy 9 különböző elemet kell nekünk sorba rendezni. Tehát ezek alapján rögtön mondhatjuk, hogy az összes esetek száma, az összes esetek száma, 9 faktoriális. Jó? No, és akkor ugye megint csak megállapítjuk, hogy ez véges sok esetet jelent, megvan véletlenszerűen osztja ki, azaz bármely kimenetel egyformán esélyes, ugyanaz a valószínűsége van, hogy ki mit kap. Ebből következik, hogy ugye az adott eseménynek, amikor kérdeznek, a valószínűségét úgy fogjuk kiszámolni, hogy a kedvező esetek száma osztva az összes esetek számával. Na, hogy eddig is tettük. Nézzük. Az első eseményünk ugye az az, hogy mindenki olyat kap, amilyen kér. No, és akkor ugye azért vannak azok a különböző színesek, mert itt is a 9 vendéget ugye azért elhelyezzük, és feketével jelölöm azokat a pozíciókat, ahol ugye ők sört kértek. Tehát akkor, ja, egy kis helyet hagyjak. Valószínűség, kedvező, összes, ugye az összeset tudjuk, 9 faktoriális. Már rögtön a kedvezővel kezdtünk, de szépen felírtuk, és akkor most folytassuk. Tehát itt van, ugye ők kérték a sört, akkor van a vörös, ugye ez a 4 ember kéri a vörösbort, és van 2, aki ugye fehérbort rendelt. Jó? Na, és akkor mindenki olyat kap, amilyet kér. Tehát ez azt jelenti, hogy a 3 sörös nyilvánvalóan megkapja a 3 sört. Tehát van 3 pozíció, és 3 sör. Hát, ugye természetesen ezek sört fognak kapni. És akkor 3 pozíció, ugye 3 különböző elem, és akkor ezt kell sorba rendezni, akkor ez 3 faktoriális féleképpen történhet. Nézzük a 4, ugye a következő zöld, vörösbor, itt van 4 pozíció, természetesen 4 porrat hozott ki a vörösborral a pincér. Hogyha azt nem biztos nem rontotta el, tehát akkor nyilván 4 pozícióra kell, ugye, a vörösborokat kiosztani. Hát, véletlenszerűen, nyilván ez a szintőkkal, ez itt 4 faktoriális sorrendet jelent, és természetesen, megint csak szétágazásra, hogy beszéltünk, ugye ezeket össze kell szorozni, ezeket a számokat. Az összes esetek számát úgy fogjuk megkapni. De ahhoz még kell, hogy ugye itt van ez a 2 ember, aki fehér bort rendelt, akkor nyilvánvalóan 2 fehér bort, ugye 2 pozíció, 2 elem, akkor természetesen az 2 faktoriális féleképpen oszthatjuk ki. Tehát ebből következik, hogy a kedvező esetek száma az 3 faktoriális szorozva, 4 faktoriálisra szorozva, 2 faktoriális lesz. És itt is nyugodtan hagyhatjuk ugye a végeredményt ebben az alakban, nem kell tovább egyszerűsíteni. Ezt követően nézzük a második eseményt, az mondja, söröket jól osztja ki, de legalább egy bort tévesen. Nos, ennek az esetben
eseménynek is, persze kiszámítás úgy történik, hogy kedvező per összes esetek száma kísérlet továbbra is ugyanarról van szó, tehát az összes az biztos, hogy 9 faktoriális lesz. A kedvezőknek azt nyilván számoljuk, aztán nézzük meg a kimenetelek közül, melyek azok, amelyekre teljesül ez az esemény. Na most, hogy hozzákezdenénk, az mindenféleképpen felszínál a figyelmet, az, hogy legalább egy bor tévesen osz ki, az mit jelent? Nyilván az azt jelenti, hogy aki vörösebb, van egy olyan, legalább egy olyan, aki vörösebb kér, de fehéret kapott. Hát igen ám, de akkor a fehér bort neki adtuk, akkor ez azt jelenti, hogy aki fehér bor kért, azok között biztosan van legalább egy olyan, aki meg vöröset kapott. Jó? Tehát ez nagyon lényeges. És akkor ezek alapján, hogyha szeretnénk összeszedni ugye ezeket a kedvező eseteket, akkor megint csak ugye itt fölrajzoljuk ezeket a pozíciókat, hogy ezek a sörösek, ezek lesznek a vörös bor kértek, és akkor végül itt vannak, akik ugye fehéret. És hogyha az is sorolja söröket jól, hát akkor természetesen azt jelenti, hogy ez a három ember megkapja, ugye, de mindig S meg S-et kell írni. És ahogy beszéltük, ugye azt, hogy legalább egy bort tévesen hoz ki, akkor biztosan azt jelenti, hogy legalább az egyik, aki ugye fehér bort kért, az vöröset fog kapni. Tehát akkor milyen eset is jöhet itt számításba? Ez az első, aki a fehér borosok közül, ez vörös bort kap, a másik fehér. De lehet az is, hogy az első az ténylegesen megkapja a fehéret, és a második kapja a vöröset. Illetve mind a kettő rosszat, tehát vörös bort fog kapni. Tehát alapvetően ez azt jelenti, hogy igazából három sémánk lesz, hogy menjünk és rajzoljuk föl, tehát van az első, ugye, az megvolt, akkor itt a, jönnek a vörös, 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 és akkor itt van a fehér bor, jó, és azt mondjuk, hogy megint itt a harmadik séma, és akkor ez, annak megfelelően vannak ezek a lehetőségek, ahogy mondtam, hogy a fehér bor kiosztása hogyan történt, hogyan sikerült, pontosabban. Igaz? Tehát az elsőnél azt beszéltük meg, hogy itt az történt, hogy az első az vörös bor kapott, a második az fehéret, az jól kapta meg. Itt ennél a sémánál az lesz, hogy fordítva az első kapott ugye fehéret, és a második az kapta helytelenül a vörös bort. Illetve van még az, hogy mind a kettő helytelenül ugye vörös bort kapott. Jó? Na, de hát akkor számoljuk. Már még van három séma, számoljuk már össze, ugye, ezt összesen akkor mégis kimenetelek számában mit jelent. Tehát akkor nézzük, menjünk balról jobbra, a söröket jól osztja ki, ugye három sör van, három pozíció, akkor ez itt három faktoriális jelenképpen lehet megtenni. Akkor itt van még úgymond ez a kötött pozíció, amivel foglalkozunk. Akkor az első, ugye az vörös bor kap. Jó? Négy darab vörös borunk van, tehát akkor ez ugye négy lehetőséget ad, tehát ez azt jelenti, hogy itt négy. Melyiket fogja megkapni a négy vörös bor közül, meg ugye mond, hogy megkülönböztetjük az objektumokat. Ő a fehér bor, tehát jó, ugye a fehér borban, ami kettő van még, fogja megkapni az egyiket, az természetesen kétféleképpen történhet. És akkor itt van ez a négy ember, aki természetesen a megmaradt, ugye, négy italt fogja, hát mondjuk véletlenszerűen, ugye, megkapni. Hát ez nyilvánvalóan négy különböző objektum, sorrendje, lehetséges sorrendje, az négy faktoriális féleképpen lehet, és hogy tudjuk ezeket szorozni. Következő sémákban, ugye, itt ez szokásos, ez itt három faktoriális, ez nincs probléma a söröknek a kiosztásánál. Itt ebben az esetben ugye az első a fehér bort kap, ez azt jelenti, hogy kettőből választunk, tehát ez nyilván két lehetőséget ad. A második, aki fehér bort kap, az most vöröset kap, még van négy vörös borunk, tehát az azt jelenti, hogy az ugye négy lehetőséget jelent. És akkor maradt ugye a négy innivaló, amit ugye ezen
négy vendég között kell véletlenszerűen kiosztani, tehát ez nyilván szokásos négy faktorján is féleképpen lehetséges. És az utolsó sémánkban, ugye ez itt sörös-sörös, tehát ez három faktorján, és akkor nézzük, ugye itt az első fehérborosunk az vöröset fog kapni, hát akkor természetesen van négy, amit odaadhatunk neki. A második már természetesen akkor csak háromból ugye, kapja meg valamelyiket, tehát akkor itt már csak 4×3 a lehetőségeknek a száma. És akkor nézzük, hogy itt ezeket a szabad pozíciókat. Nyilvánvalóan négy ital maradt négy embernek, véletlenszerűen sorba rekjük, persze akkor ez négy faktorális lehetőséget jelent. Azaz a kedvező esetek összeszámolva, kicsit hosszabb vonalat kell húzni, mert egyszer lesz 3 faktoriális szor 4 faktoriális szor 4×2, meg 3 faktoriális szor 4 faktoriális szor, azon 2 szorozva 4-gyel, és van az utolsó, 3 faktoriális szorozva 4 faktoriálisan plusz, szorozva 4×3. No. És akkor meg a kedvező, összes elosztva, megkapjuk ugye ennek a esetnek a valószínűséget, és megint csak mondom, nyugodtan hagyjuk már abba az alapba. Jó?